Mind a ketten idén lettünk 30 évesek, a Szerencsejáték Zrt. Idén ünnepli 25. születésnapját, ráadásul van még egy jubileum a tarsolyunkban. Bizony, a Kenó játékról van szó, amit 1996. március közepén húztunk először, tehát ez a játék most 20 éves. Egyébként szerintem ez a legizgalmasabb és legváltozatosabb játékunk, és minden este van Kenó sorsolás. A három műsorvezető a civil életben is jó viszonyt ápol, most épp társas játékozás közben lessük meg őket egy 12. kerületi kávézóban. A három ismert arc először komoly ügyességi versenybe kezdett. Igaz, nem remegett a keze, mégis zsíros Annánál dőlt le a fatorony. Anna már több mint 10 éve köszönti a nézőket estéről estére. Én 2005 óta vagyok a Kenó műsorvezetője. 2006-ban csatlakozott a Lili, a Viktor pedig 2008-ban, de egyébként már ismertem őket előtte is. A Kenó specialitása, hogy minden este sorsolnak, így az ünnepek sem maradhatnak ki. Az év minden napján van Kenó, még karácsonykor és még szilveszterkor is, de szerencsére az elmúlt több mint 8 évben nem volt ezzel probléma, mindig be tudtok osztani a napokat, mindig valaki elvállal egy-egy napot, valaki pedig szabad aznap, és akkor ez így tökéletesen működik a csapattal. A stáb tagjai nem csak a stúdióban találkoznak. Egy évben szervezünk olyan 4-5 találkozót, ami érdekes, hogy Lilivel tényleg nem beszélünk össze, de mindig összeöltözünk. A szerencsés triumvirátusból Lili az, aki a legtöbbször ad esélyt a szerencséjének. Mivel az anyukám lottózóban dolgozik, micsoda egybeesés, és amikor hazalátogatok Mezőtúrra, akkor mindig mondom neki, anya, adj egy nyerő Kenót. És akkor mondja, ilyen nincs, ilyet nem tud adni sajnos. X-eljen be a kis számaimat, és akkor remélhetőleg nyerek. Hát eddig nem nagyon sikerült sajnos. Általában úgy szokott lenni, hogy egy számot sem találok el, és így visszakapom az árát, úgyhogy... Ez a mondat nálunk is gyakran elhangzik otthon, hogy kérlek, húzd már ki a számaimat. És akkor mondtam, hogy jó, próbálom. Miután Viktor megnyerte a következő játékot, a vicces történetek is előkerültek. Egy szombati délutánon otthon csemegéztem a tévé előtt, és indítottam el egy filmet, amikor egyszer csak csörgött a telefon, hogy egy ilyen 20 perc késésben vagyok, és hogy mikor érek be. Beértem egy olyan 15 perc alatt, tehát, és a műsor kezdéssel egyáltalán nem volt gond, tehát sikerült behúzni. Meg volt a vésztervem erre az esetre, hogy azonnal taxit hívni, és úgy, ahogy vagyok, ajtó bezár és rohanás le az autóhoz. Viszont aznap este nem volt műszempillája. Aznap este sem. Múltkor forgattam egy reklámfilmet, és ott az egyik lányzó, aki végig is hasonló szerepben volt, mint én, reggel óta nagyon nézett, hogy annyira ismerős vagy, de hát most nyilván nem mondom azt, hogy igen a tévéből, és mondta, hogy nem találkoztunk korábban, mondom, szerintem nem, és körülbelül a forgatás 13. órájában rám néz, azt mondja, tudom, kire hasonlítasz, a Kenóból a Papp Lilire. Viktor a sorsolások állandó nézője, de nem saját magára kíváncsi. Mivel olyan szerencsés vagyok, hogy két gyönyörű nő a kollégám, ezért persze előszeretettel nézegetem őket, akár a műsorban is.